Kossuth Ildikó színművész, de most már mindjárt színházigazgató, és szerintem ez egy új szerep, új helyzet, vagy szerepe például, azt majd mindjárt megtudjuk. Kovács Adél színművész, kinevezett színházigazgató. Operett musical szakon végzett a főiskolán, de pályáját a Nemzetiben kezdte. 1993 óta tagja a Radnóti Színháznak. 2016. februárjától a színház igazgatója lesz. Jászai és Kossuth díjas, Tiszti kereszttel kitüntetett művész. Férje Kovács Tibor balettművész, lányuk Laura. Ennyi fér egy ilyen névjegyben. Jó estét, köszönöm, jó hogy estét. Eljött. Köszönöm. Szóval ez egy új helyzet, ez egy új szerep a színház igazgatói? Bizonyos értelemben új szerep, persze. Erre lehet készülni? Lehet, kell is. Hogyan készült? Mióta készül? Jó a kérdés. Tulajdonképpen 2 éve dédelgetem magamban ezt a tervet. De hát azért elég sok felől kellett átgondolni, hogy belevágjak-e. Mert ugye ez egy másik életforma is. Ez hát, hogy mennyire a másik életforma, színészé. Ezt igazából most tapasztalom. Tényleg 24 órás tevékenység, meg egész más, hát egy másik aspektus, másik attitűd, hogy az ember nem csak maga felől gondolkodik egy színház egészében, hanem másokról gondolkodik a színház egészében, és főleg másokról. Megrohantak már a kollégák, hogy ki mit szeretne? Kinek milyen reményei és vágyai vannak a következő évekre? A saját kollégáim? Uh-huh. Hát ez nem pontos szó, hogy megrohantak, de a múlt héten megvoltak a beszélgetések. Tehát ennek most... De ezt önkezdeményezte, ezt nem ők. Természetesen nyilván. Igen. Tehát, hogy ennek most januárban jött el az ideje, ugye január az átadás, átvétel hónapja, és tulajdonképpen az első héten megtörténtek ezek a beszélgetések. Az tehát, hogy így leültünk. Könnyít vagy nehezít a helyzetén, hogy ott van 22 éve, most van 23. Tehát, hogy ismer minden szegletet, az összes porcicát a járásokban, hogy megy be a színpadra, tehát, hogy ott minden egy kicsit a sajátja is. Tehát nyilván az ember, amikor egy új helyre megy, akkor sokkal könnyebb bizonyos dolgokról gondolkoznia, mint amikor hát ő maga is megszokott rengeteg mindent, hogy az úgy van. Hát bizonyos értelemben véve könnyebb, tehát természetesen a tudás az mindig könnyebbséget hoz, de bizonyos értelemben véve meg nehezebb, hiszen eddig egy másik szerepben voltam, és nyilván ez a többieknek is új, és ebben mind a kétfélnek meg kell találni az új kommunikációnak. Tehát bizonyos helyzetekben az új kommunikációnak a... Nem csak kolléga most már, hanem főnök is. Igen. És hát gondolom ezt el is várják tőlem, az hogy azzá válják. Ez egy érdekes kihívás lesz azért. Engem nagyon meglepett, hogy készültem, hogy musical szakon végzett. Ez úgy, legalábbis nekem egyáltalán nincs a fejemben, és nem is jut eszembe, hogy hát biztos remekül táncol és pompásan énekel, mert hiszen a Radnóti Színház azért leginkább nem erről szól. Igen, igazából ez úgy alakult, hogy én felvételiztem a főiskolára, és akkor az első rostán kirostáltak, és a leendő osztályfőnököm Kazán István látott, ott belém szeretett, úgy gondolt, hogy helye vagyok az osztályomba, és akkor hát ez egy ilyen döntéshelyzet lett az életemben, hogy behívtak az operett musical osztályba felvételizni, hogy én nem láttam magamat operett musical színésznőnek, de valahogy azt gondoltam, hogy egy jogosítványt fogok nyerni erre a pályára, és aztán majd a dolgok meg elrendezik saját magukat. Ez aztán nagyon hosszú ideig ilyen bizonyítási kényszer volt rajtam, hogy én egy drámai színésznő vagyok, vagy hát elsősorban prózai színésznő vagyok, de a főiskolán is sok lehetőséget kaptam, illetve hát a főiskola után azonnal a Nemzetibe szerződtettek. És akkor ez így megtalálta a helyét. Mennyit profitált abból, hogy tud énekelni, táncolni? Hozott ez valamit? Hát hozhatott volna, ha erre én jobban ráállok, de igazából amikor olyan lehetőségek adottak, ez a Nemzetibe is volt, és most a Radnótiba is volt, akkor egy picit, tehát akkor jobban fókuszálok erre az oldalra. De azért az én
Tehát én azt szoktam mondani, hogy én nem vagyok énekes, és nem vagyok táncos, bár nagyon közel állnak hozzám ezek a műfajok, és tulajdonképpen nagyon szeretem is nézni, és szeretek is részt venni benne, de én a prózában tudok jól kommunikálni, és ott tudom megvalósítani önmagam. Tehát, hogy nekem ez az elsődleges, tehát a művészetnek ez az a közvetítési útja, amiben én kiteljesedek. A többi, az nekem erőfeszítést okoz. Tehát abban nem tudok olyan önfelett lenni, vagy csak nagyon hosszú idő után tudok önfelett lenni, és ezért én ezt nem is forszírozom. Tehát, hogyha adódik, akkor adódik, de nem e felé olyan megyek. Olyan színész, aki a saját életét beviszi a színpadra? Mindig. Igen, tehát ezt próbáltam mondani, hogy nekem a színészet az egy olyan terápikus kommunikációs eszköz, tehát hogy én azért vagyok színésznő, hogy én azt hiszem nem tudnám így élni az életemet, hogyha nem lehetnék színésznő. Ettől van egyensúlyban, a színpad teszi egyensúlyban a saját életét is? Igen, persze sose próbáltam, hogy mi lenne, hogyha másképp lenne, de valahogy én mindig erre készültem. Én azt hiszem, hogy ez nekem egy optimális, ez nem is jó szó, hogy optimális, hanem hogy én színésznőként a helyemen vagyok. Úgy értem, hogy nem fizikálisan, vagy hogy most a Radnóti Színházban a helyemben vagyok-e, vagy szóval erről így nem. Csak az a belső jó érzés, amit szerintem mindenkinek tudnia kell, vagy éreznie, tehát ami semmivel nem összehasonlítható, az megvan, amikor én színésznőként működöm, és szerintem a világ sokkal jobb lenne, hogyha sok embernek adódna ez meg, hogy azt csinálhatja, ami azt neki boldogságot okoz. Nem is volt soha semmi más a fejében, tehát egészen pici lányként sem volt semmi más a fejében, mint hogy színésznő legyen. Ez tényleg így van? Hát valóságosan nem, de azért voltak időszakok, amikor én ezt kifejezetten szégyeltem. Tehát úgy gondoltam, hogy hát valaki azt mondja magáról, hogy ő színésznő, az ha nem elég tehetséges, és hogyha mások nem ezt gondolják róla, az olyan, valahogy olyan szégyelni való. Mert nekem a színésznőség az mindig is azt jelentette, hogy egy művész ember. És hát sokan írnak, festenek, és színészkednek, és foglalkoznak művészettel, de hogy ki az igazi művész, az csak később derül ki, vagy hát valakinél nagyon korán kiderül, mert sok kollégát tudok mondani, akinél ez fel sem merül, hogy az a zsenialitás, vagy tehát hogy valahol a jó Isten őket erre a pályára teremtette, de ez természetesen az ember magáról csak kivételes esetekben érzi. Hát azért látunk olyan színészt, akiben nincsen kételje egy pillanatig, sem ismerünk meg, nem csak színész, mindenféle ilyen ember. De pont erről jut eszembe, hogy ilyen önmarcangoló, boncolgató, elemző típus? Tehát hosszan gondolkozik azon, hogy mit, miért és hogyan csinál? Igen, hosszan. Tehát én egy nagyon analitikus alkat vagyok, és általában akkor vagyok nyugodt, hogy azonnal, tehát megvan azonnal egy érzet, és tehát így zsigerileg érzem a dolgokról, hogy egyrészt, hogy van-e valami kémia, működik-e, és azért egyre inkább tudok is hallgatni ezekre a megérzéseimre, de ettől függetlenül, tehát hogy mondjam, én ilyen két agyféltekés ember vagyok, és akkor valahogy szeretem így bebiztosítani magamat, hogy még akkor futok három kört, adott esetben megbeszélem azokkal az emberekkel, akik fontosak nekem, és adok a véleményükre, és aztán utána a saját fejem után döntök. Jó, körültekintő igazgató lesz, hogyha ilyen lesz ott is. Mindjárt meghalljuk, hogy az elődje hogy látja. Nagyon sokszor játszottam a férjét, a szeretőjét, talán még a papáját nem játszottam. És hát nagyon jól megismertük egymást, mint színész kollégák. És az évek folyamán egyre többször lett neki véleménye. És néha szembe az én álláspontommal. És ezt tulajdonképpen nagyon jól esett, hogy mást mondott, mint amit én. Úgyhogy ez egy fontos partneri kapcsolat volt. Egy nagyon komoly lány, komoly értelmiségi nő gondolatai vannak. Nagyon, nagyon erkölcsös teremtés, nagyon
megkockáztatom, szigorú. És ez jól áll neki, olyan szemüveges, szigorú, komoly nő. Nagyon tudja a professziót, a színházi szakmát. És nagyon, nagyon jól gondolkodik. És gondolkodik. Úgyhogy szerintem ő alkalmas arra, hogy a Radnóti Színház igazgatója legyen február 1-től. Azt én jól érzem, hogy Bálint András ezt akarta, hogy ez így legyen? Hát Andris mögöttem állt, igen, ez nagyon, nagyon fontos. Fontos volt, hogy mögöttem állt. Nekem is személy szerint fontos volt, meg hát természetesen, miután ő 30 évig nagyon jól vezette ezt a színházat, azt gondolom, hogy ez biztos, hogy sokat nyomott alatba adott esetben azoknál, akik ezt eldöntötték. Mondta Bálint András, hogy erkölcsös. Én meg azt akartam kérdezni, ez a kettő ilyen furcsán hangzik így egymás mellett, hogy mindenben mindig ilyen hűséges? Ugye van egy ebben a szakmában nem feltétlenül szokásos, szép házastársi kapcsolata, több évtizedes, van egy több évtizedes művészi kapcsolata egy színházzal, az sem szokásos, tehát hogy ezek így stabilnak mutatják az ön életét. Ez hűség? Én szerintem talán ez az egyik kérdés, amit a legtöbbször megkérdeznek, pedig szerintem nagyon sok színész van, aki hasonlóan évtizedekig van egy színházban. Én úgy gondolom, hogy bármilyen kapcsolatban, egy házasságban, vagy egy munkakapcsolatban is, az, hogy ki miért dönt úgy, hogy benne marad, vagy kilép egy kapcsolatból, az ahhoz nagyon, nagyon sok összetevő kell. Tehát a hűséget én semmiképpen nem nevezném úgy, mint ez valami feltétlenül, tehát hogy lehív egy ilyen nagyon pozitív, nagyon patetikus hangzást, holott ebben nagyon sok kompromisszum van, ebben van elfogadás, ebben van harc. Tehát az ember megy egy úton, és aztán valahogy úgy alakul. Tehát ezt az ember nem eldönti, hogy ő hűséges lesz a férjéhez, vagy a barátjához, vagy a munkáltatójához, hanem egyszerűen hoz döntéseket, és azoknak a döntéseknek az eredménye az, hogy még mindig ott van, még mindig tesz azért a dologért. Én alkatilag vagyok olyan, hogy még amikor valami éppen nem legjobb számomra, akkor talán a legnehezebb számomra kilépni valamiből. Még mindig próbálok tenni a dologért, és valahogy belülről reformokat csinálni, és talán azért, mert én azt kudarcnak érezném, hogy valami nem sikerült, és furcsa módon ez ugye úgy hat vissza, hogy egyszer csak, amikor valami belülről tud változni, és erre mind a ketten rácsodálkozunk, és ezt mind a ketten felismerjük, az mindig egy minőségi előrelépés. És az viszont elvehetetlen tőlünk, és az valami olyan hihetetlen, csodálatos érzés. Én szerintem az emberek a mai világban sokkal hamarabb hagynak ott helyzeteket, vagy hamarabb állnak föl egy dologból, mint kellene. De hát ez alkati kérdés, tehát ez se pró, se kontra, tehát én nem mondok véleményt, hát nálam ez így működő. Alkati kérdése talán. Kudarcot említett az előbb. A kudarcot hogy viseli? Nem viselem jól, nyilvánvalóan. Van rá technikája, mert a kudarc, hogy ilyenkor az ember mit csinál? Hát először is kielemzem, hogy miért volt ez a kudarc. Na már megint az elemzés. Igen, tehát én azt hiszem, hogy talán azt a legjobb elkerülni, amit az ember nem mindig tud, mert ugye az első az, hogy azt mondom, hogy azért nem sikerült, mert te ezt meg ezt tetted, mert ilyen gátló dolgok voltak, mert a világ olyan csúnya, és közben meg miután a döntések azért nagyjából a mi kezünkben vannak, ezért legelőször, tehát hogyha az ember azt nézi, hogy ő hol volt hunyó ebbe a kudarcba, vagy pedig ő mindent megtette, vagy pedig talán az egész konstelláció ilyen vagy olyan volt. Tehát mindenképpen az a jó, szerintem megnézzük, és aztán megnézzük, hogy ebben a kudarcban tulajdonképpen, nem azt mondom, hogy fatalista vagyok, de én úgy gondolom, hogy minden valamiért jó, hiszen az ember a legjobbat akarja tenni az adott pillanatban. Tehát ha nem tudtam megtenni, akkor is a legjobbat akartam. Tehát ha alapvetően nem vagyok lusta és hányaveti, akkor nyilvánvalóan ennyire futotta, és akkor azt is el kell fogadni.
van egy kislánya, most már nagylány, van egy nagylánya, szeret vele játszani? Vagy egyáltalán volt rá ideje, hogy játszanak? Igen, volt rá időnk, hogy játszunk, és a mai napig játszunk mindenféle jó játékokat, főleg szerepjátékokat is, és hát most már nagyon nagylány, tehát mindent meg is beszélünk. Hát én mindent szeretek csinálni a Laurával. Igen. Mi mindent lehet? Mi mindenre van ideje? Mi mindent szoktak? Főleg hát, hogy ilyen nagy már, tehát azért most már nem egy gyerek, aki az ember kezében ül, vagy az ölébe kuckózik. Igen. Hát most már önnek is megvan a szuverén ideje, illetve az igénye arra, hogy egyedül is töltsön időket, de hát a legjobbak azért a beszélgetések, amit csak velem tud megtenni. Ugyanakkor másokkal is beszélget természetesen, tehát vannak olyan dolgok, amikre pedig másoktól van igénye, és ezt nekem is el kell fogadnom, hogy másoktól van igénye. Hát, hogy felnő egyre inkább igénye. Ez sajnos így van. Könnyű elengedni? Szerintem nem kell elengedni. Hát egy gyerek szabadulni akar egy kicsit azért, igen, abból az ölelésből, amit a szülő megszokott. Ezt én magamról is tudom, tehát saját magamról elengedni. Is kérdezhetek ennyi erővel, csak senkit nem érdekel, hogy mit válaszolok. Ő neki arra van vágya, hogy abban engedjem el, hogy például ne aggódjak annyit. Túlaggódja? Igen, nehéz nem túlaggódni. Nekem nehéz nem túlaggódni. Valahogy mindig látom, hogy hol csúszhat be valami gátló tényező, valami hiba, hol féltem őt fizikailag természetesen. De jó, mert vannak barátai, lettek barátai most az utóbbi időben, ami nagyon nehezen alakult neki, a baráti kapcsolatok az iskolában, és itt ezen a helyen lettek új barátai egy új jó közegben, most elsős gimnazista, illetve előkészítő, és úgyhogy fantasztikus. Ugye amiről mi így, lehet, hogy kicsit furcsán beszélgetünk, én kérdezek erre, és láthatóan kicsit megilletődöttem, meghatódottan válaszol. Az én ugye abból, úgy tűnik. Az abból fakad, hogy hát nem volt az szokás, hogy közszereplők a nyilvánosság előtt bármiféle egészségügyi problémát vállaljanak. És szerintem az egészen példaadó volt, hogy nyilván nem a lánya beleegyezése nélkül, erről beszéltek a nyilvánosság előtt, pontosan azért, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy mennyire nincs ez gondozva, kezelve, hogy valami nem százas, hogy valami nem tökéletes, mindenki tökéletes családokat fotóz, tökéletes házasságokról, fantasztikus gyerekekről beszél mindenki, és nem minden az. Igen, sosem bánták meg, hogy erről beszéltek? Én soha nem bántam meg, mert annyi visszajelzést kaptam arra nézve, hogy ez mennyi erőt adott hasonló helyzetű családoknak, anyáknak, illetve hogy tényleg talán fel tudtam hívni egy-két dologra a figyelmet. Ugyanakkor most már a mi saját helyzetünkről, vagy akár a mi nehézségeinkről, tehát Laura beleegyezése nélkül nem beszélek, mert ő most már nagy lány, és igazából szerintem én mindent megtettem, amit ezügyben én úgy érzem, hogy meg kellett tennem, és hát ő már komolyan érvényesíti a személyiség jogait. És hát nem beszél valójában, ő dönt a saját életéről. Igen, 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 de természetesen olyan ügyekben, amiben úgy érzem, hogy részt kell vennem, abban mondjuk a személyes érintettségemet nem vonom meg, vagy természetesen beszélek. Támogatta a bátortábort, amelyik kifejezetten a különféle betegségekkel, igen, igen, küzdő gyerekek rehabilitációjáról szól. Az például megvan az a kapcsolat még? Igen, megvan az a kapcsolat. Nem, a részemről nem annyira aktív ez a kapcsolat, de természetesen megragadok minden lehetőséget, hogy elmondjam, hogy ez egy mennyire csodálatos dolog. És hát Laura most a tavaly nyáron volt először bátortáborban. Nem azért, mert én a bátortábor arca vagyok, hanem azért, mert ő alanyi jogon is tulajdonképpen a mi problémáinknak az összetettsége miatt jogosult erre,
és hát nagyon döbbenetes volt a saját bőrünkön megtapasztalni azt, hogy hogy zajlanak ott a dolgok, illetve hogy milyen körültekintés veszi körül ezeket a gyerekeket, illetve hogy hát ahogy a gyerekemet visszakaptam, az elmondhatatlan volt. Úgyhogy addig végül is természetesen tudtam, hogy mi van a Bátor táborban, és magam is nagyon sokszor vettem részt rendezvényeken, de azért, amikor az ember a saját bőrén is, és a saját gyerekének a boldog, illetve könyvelábat tekintetén, és az új kapcsolatokon, ahogy beszél erről, és amilyen önigazolást, és valódi lelki bátorságot, és hogy mondjam, milyen vérteket és pajzsokkal megtért hozzánk, az egészen elképesztő volt. Azt, hogy most színház igazgató lesz, az elképzelhetetlen lett volna, mondjuk 10-15 évvel ezelőtt, amikor ő kisebb volt, pici volt, ugye? Természetesen. Ez így vállalható, hogy neki, igen, megvan a saját élete, igen, és akkor most már anyának is lehet egy olyan élete, ami sokkal több időt rabolt tőle. Igen, bár Laura most volt egy pont, amikor ősszel egyszerre próbáltam az Alföldi Robival a Lír királyt, forgattam egy nagy játékfilmet a Kamundi Zolival, és ugye szeptember 30-án megvolt a közgyűlés eredménye, és utána rengeteg interjú, tehát eleget kellett tenni, amennyire tudtam így a közszerepléseknek, és akkor Laura egyszer este föl megszólalt, és azt mondta, hogy azt hiszem, most vesztettük el anyát. De azért én úgy gondolom, hogy ez nem így van, tehát nyilván meg kell találni mindig a prioritásokat, illetve hát egy valami nagyon jó egyensúlyérzékkel, mert ebbe tényleg csak balanszírozni lehet, de hát, hogy a technikára visszatérjek, hogy mi a technika. Szerintem mindent a maga helyén, és ezt kell kialakítani, mint ahogy egyébként az Andris is ki tudta ezt alakítani a társulatban, hogy mikor vagyok színész igazgató, és egyébként meg közszereplő. Visszakanyarodtunk a színházhoz, akkor legyen ez a záró kérdés, hogy hogy alakítja át a Radnótit, merre felé kanyarodik? Ilyen Lír királyos, Alföld is világ lesz, vagy a sokkal polgáribb, mint amit lehet, hogy sokan gondolnak a Radnóti mellé? Merre felé megy? Hozzáteszem, a Lír király szerintem a szezon egyik szenzációja. Én azt hiszem, hogy biztos, hogy annyi változás lesz a színházban, hogy amennyire talán, hát mások vagyunk az Andrissal. Én igen, Lír királyosabb, én egy szenvedélyesebb, és markánsabban véleményt formáló színházat képzelek. Hát ennek nyilván az első évben meg lesznek a lenyomatai, tehát de helye lesz a tehát én azzal, hogy markánsabb, vagy erőteljesebb, vagy keményebben fogalmazó, élesebben kritizáló, ez a vonal egyébként meg is volt mindig a színházban, de már maga az, hogy több fiatal rendezőt hívok már az első évadban, és engedni fogom, hogy ők a saját hangjukon megszólaljanak. Illetve hát, hogy egy út van, hogy ez mindenkinek annyira fontosnak kell lenni, hogy ez az életünk, és azt várom a társulatomtól is, hogy ebbe teljes mellszélességgel és szolidaritással álljon oda minden este, hogy ez a legfontosabb, és véleményt formáló, és erőteljes előadásokat kell hazavinniük a nézőknek. Teljes hitvallás is volt együtt a színházról. Kovács Adél, köszönöm szépen. Én is köszönöm a meghívást. Remélem, önöknek is tetszett az elmúlt egy óra. Egy hét múlva jövünk újra. Szép estét kívánok, viszontlátásra.